mit jelent nekem a vár, a hétköznapokat tulajdonképpen 14 éves korom óta. Ide jártam a Petőfi gimnáziumba. Egyik legjobb barátom itt lakott az Úri utcában, folyamatosan jártam a múzeumokba. Amikor már képekkel kereskedtem, akkor hetente többször hoztam, vittem a restaurálandó képeket ide a galériának a restaurátoraihoz. A nemzetközi festészet is folyamatosan, szenvedélyesen érdekelt az utazásokon, mindig néztem az ottani városokat, ami nagy részt ugye a nyugat volt, hogy ott hogy alakulnak a városok, hogy fejlődnek, hogy gyógyulnak be azok, amik ott sérülések voltak. Múltak az évtizedek, én folyamatosan ezekben a romokba érkeztem haza, abból a világból, ami folyamatosan ment előre. Vannak továbbra is az üres telkek, a rombolt és csonkolt múltunk. Ha most nézem, hogy újra éled a vár, tervek vannak, és egy új világ kezd kialakulni, akkor azt tudom mondani, ennek nem lehet nem örülni. És azt szeretném, azon drukkolok, hogy a létrejövő új épületek olyan funkcióval kerüljenek átadásra a közösségnek, amiből erőt meríthetünk. Végül ezek az épületek, ha tetszik, a kövek mellett megjelenjen az a zöld, ami ezt körbefog és élővé teszi.